Vadasparki túrarovatunk mai epizódjában ismerkedjünk meg a Menyédfélék családjába tartozó vadászgörénnyel. A Budakeszi Vadasparkban jelenleg két vadászgörény él. Ő itt Tejföl, egy hím vadászgörény, ő még elég fiatal, még nem múlt el egy éves, azért is ennyire izgága, és próbálok vigyázni a kezemre, mert a görények amúgy házi állatnak tarthatók, a vadászgörények, és mint látni, ők azért nagyon játékos állatok, viszont ők a kis fogacskáikat használják arra, hogy játszanak. És a kutyákkal ellentétben, akik nem megfelelő nevelés mellett válhatnak harapóssá, a görények alapvetően harapósak, és őket arra kell megtanítani, hogy ne harapjanak erősen, csak gátoltan. Az azt jelenti, hogy ne kapjanak szájzárat az ember kezén, mert azért eléggé erős kis hegyes fogaik vannak, amit a másik görényünkön zselén fogok bemutatni, mert lehet, hogy Tejföl felpörögne egy picit attól, már így is eléggé fel van pezsdülve, hogy kivettem. Ő amúgy azért ilyen fehér színű és vörös a szeme, nem azért, mert gonosz és vörös szemei vannak, hanem ő egy albinó vadászgörény. Az ujjaimat hagyd meg, kérlek. Az albinó az azt jelenti, hogy nincsen pigment a testében. Na, ezt lehet látni, hogy így meg tudja fogni az ember kezét. Elengedsz, kérlek? Köszönöm. Tehát ez még úgymond egy gátolt harapás volt, mert hogyha ő azt szeretné, hogy erősen megharapjon, akkor ott bizony vér folyna. De még fiatal, úgyhogy neki még ezt tanulnia kell. És kihozom addig zselét, és megnézzük, hogy egy picit nyugisabb, ön már elmúlt 2 éves, vagy egy picit már lenyugodott, és rajta meg tudom mutatni, hogy hogyan is néz ki egy görénynek a kicsi hegyes foga. Nos, lehet látni azt is, hogy zselé sokkal kisebb is, mint Tejföl. Tejföl egy igen nagyra nőtt fiú görény. A fiúk amúgy is nagyobbra nőnek, és ő extra nagy is lett, már egészen nyest méretű, hiszen a görények és a nyestek rokonok is egymással, de zselé egy kis picike, finom kislány, aki azért már nyugisabb. Ilyen kis barnás, szürkés színezete van, kis feketés, színes, sötétebb színű lábakkal, kis maszkja is van. Magyarországon a természetben közönséges görény és molnár görény él. A közönséges görény, ahogy a nevében is benne van, ők gyakrabban előjönnek és gyakrabban lehet őket látni, mint a molnár görényt, nem is védettek. Viszont mivel legtöbbször éjszakai életmódot folytatnak és üregekben élnek, ritkán kerül az ember szeme elé. A molnár görény viszont nagyon ritka és védett állat, más néven pusztai görény. Ahogy a neve is mutatja, ők a pusztákon szeretnek élni. Na de hogy miért is így néz ki egy görény, miért ilyen kis hosszúkás, az azért van, jaj, de szép ásítást kaptam, az azért van, mivel ő üregekben él, föld alatti járatokban, és ott is vadászik. A görény menyétféle állat, tehát rokonai közé tartozik a menyét, a hermelin, a nyest, nyúszt, vidra, és a legnagyobb testű magyarországi képviselője a borz. Viszont azért ilyen kis hosszúkás és hajlítgató a teste, hogy ezekben az üregekben ő nagyon könnyen tudjon mozogni. Hogy akár egy akkora üregbe is be tud menni, ahova a feje befér, oda befér az egész teste is, így szépen áthúzza magát, és nagyon ügyesen tud lavírozni a kis járatokban. Zseli egy 2 éves, lassan 3 éves kislány görény, ő is, mint Tejföl, pici korában került hozzánk, egy tenyésztőtől, és az volt a cél, hogy megszokja az emberi érintést, hogy a gyerekek is meg tudják nézni, meg tudják fogni, például szülinapok alkalmával. A görények szoktak lenni az egyik meglepetés a szülinapi vezetésnek a végén. Meg tudják nézni és meg tudják simogatni őket. Tejfölt, mint lehetett látni, ő még szokja ezeket, ő még elég egy kis hebrencs, de Zselé is ilyen volt, meglepő módon, most viszont már egy nagyon-nagyon kis nyugis görény lett belőle. Azért vadászgörény amúgy a vadászgörénynek a neve, mert vadászatra szokták használni őket. Leginkább üregi állatoknak a vadászatára, például nyulak, de a leggyakrabban patkányokra. Hiszen a patkányok nagyon intelligens állatok, megmérgezni vagy akár patkányfogóval megfogni őket szinte lehetetlen, átjárnak az embernek az eszén. Viszont a görénynek a fogain és az ügyességén nem tudnak átjárni, ezekkel a kis fogacskákkal nagyon ügyesen meg tudja fogni a patkányokat, még akkor is, hogyha nagyobbak, mint amekkora maga a görény. És összedolgozva a patkányírtókkal, a patkányvadászokkal és a vadászkutyákkal borzasztóan ügyesen meg tudják fogni ezeket az intelligens kis állatokat.
Komoly természetvédelmi kutatómunka folyik a veszélyeztetett rákosi vipera fennmaradásáért. Járjuk körbe a kérdést, vajon milyen feltételek szükségesek az újonnan világra jött egyedek túlélése érdekében? Itt vagyunk a Rákosi Vipera Védelmi Központ közelében. Az egész tenyésztésnek az az alapvető célja, hogy az ott született és felnevelt egyedek olyan helyre kerüljenek, ahol életben tudnak maradni. A rákosi vipera ex situ tenyésztése zajlik. Azaz, az ott született és felnevelt állatok kikerülnek egy olyan élőhelyre, ahol aztán életben kell maradniuk. Sokak számára ez természetesnek tűnik, hogy kikerül egy gyepes életközösségbe, a vipera is életben marad, de ez sajnos nem így van. Ha valami ritka a természetben, annak oka van. A természetvédelmi kutatásban azt próbáljuk megérteni, hogy melyek azok a veszélyeztető tényezők, amelyek megakadályozzák, hogy újra gyakoribbá váljon a rákosi vipera. A természetvédelmi területkezeléssel pedig azokat az állapotokat alakítjuk ki, amelyekkel önfenntartó rákosi vipera állományok alakulhatnak ki. Először is kell egy fajgazdag gyep. A fajgazdagságát a gyepeknek sokféleképpen tudjuk mérni, de ha most itt körülnézünk, és megnézzük ezt a virágokban és formákban gazdag gyepet, akkor azt látjuk, hogy nagyon-nagyon sokféle növényfaj fordul elő. Ezeknek a gyepeknek a fajgazdagságát le tudjuk mérni a rengeteg virágzó növényről, a színek és a formák gazdagságáról. Ezekhez a növényfajokhoz, a sok növényfajhoz rengeteg állatfaj kapcsolódik. Rovarok, más hüllők, nem csak a rákosi vipera, illetve madarak is. Ez azért érdekes, mert a rákosi vipera egy ragadozó állat, amely alapvetően különböző rovarokkal, illetve kisemlősökkel, illetve hüllőkkel táplálkozik. Tehát minél fajgazdagabb ez a gyep, annál biztosabban biztosít táplálékot ennek a viperának. Hiszen a rákosi vipera populáció egyedei az egész életüket itt töltik el. És ahhoz, hogy életben maradjon egy egyed, mindennek teljesülnie kell. Ez az alapvető probléma a természetben, hogy elég egyetlen egy tényezőnek nem teljesülni, és akkor az egyed pusztulásával jár, de ahhoz, hogy egy egyed tudjon szaporodni, és a populáció fennmaradjon, az minden tényezőnek össze kell állnia. Azok az egyedek, amelyek a Rákosi Vipera Védelmi Központban születtek, illetve nőtek fel, a kiéhezés után egy olyan területre kerülnek, ahol életben kell maradni. Az életben maradás az nem csak azon múlik, hogy van-e táplálék, mert láthatjuk és hallhatjuk, hogy ezekben a divers gyepekben rengeteg rovar van, tehát minden bizonnyal meg tudja találni azt, ami számára alkalmas tápláléknak. Azonban vannak természetes ragadozói, és ha azt szeretnénk, hogy egy erős mag populáció alakuljon ki, amely szépen innen kolonizálni tudja a mellette lévő területeket, ahhoz mi létrehoztunk egy ragadozó madár kizáró hálórendszert. Ez a hálórendszer 40 ezer négyzetmétert fed le. Ez tökéletesen alkalmas arra, hogy az alatta lévő rákosi viperákat megmentsük a ragadozó madaraktól. Egy természetes rákosi vipera populációnál nem is kérdés, hogy szerepe van a ragadozó madaraknak, mert olyan szelekciós tényezőt képviselnek, amely az életképtelen vagy gyengébb adottságú egyedek pusztulásával a populációnak önmagában jó. Viszont ha van egy nagyon kicsi populáció, akkor ott akár néhány ragadozó madár hatása is végzetes lehet magára a populációra. Mit szeretnénk itt ezzel a kizáró hálórendszerrel? Azt szeretnénk, hogy itt a kihelyezett rákosi viperák szaporodjanak, a rákosi vipera számára ez a hálórendszer természetesen átjárható, mert át tud csúszni a háló alatt, és a mellette lévő területeket kolonizálni tudja. A természetvédelem mindig arról szól, hogy valamilyen veszélyeztető tényező ellen teszünk valamit. Ha először megértjük kutatással, adatgyűjtéssel, hogy melyek a veszélyeztető tényezők, és mekkora hatásuk van a rákosi vipera populációra, vagy bármilyen más állat, vagy éppen növényfaj populációjára, akkor aktívan tudunk tenni, hogy azt a veszélyeztető tényezőt kompenzáljuk, vagy éppen teljesen elimináljuk, eltüntessük. Hogyha itt körbenézünk, akkor lehet látni, hogy tele van virágzó növényekkel ez a gyep, és nem csak, hogy sok virágzó növény van benne,
hanem emellett maga a növényi produkció is. Tehát az a fitomasz, amit láthatunk, háromszorosa annak, mint ami körülveszi. Miért van? Mert egyrészt bevittünk olyan pillangós növényeket, ami hasonló a lucernához, nitrogénban dúsítja a talajt, emiatt a többi növényfa is jobban tud nőni. Másrészt pedig önmagában struktúra képző a homoki baltacím és a többi olyan faj, amit behoztunk. Azt lehet mondani, hogy a természetvédelmi helyreállítási munkáknak ezeknél a száraz gyepeknél körülbelül 4 év után van ennyire látványos hatása, amikor láthatjuk, hogy a gyep szép struktúrát, megfelelő búvóhelyeket biztosít a rákosiperának, és hát, hogyha közel hajlunk hozzá, lehet hallani, hogy hemzseg benne az ízelt lábú. Ezek mind a rákosiperának a táplálékát képezhetik, tehát azt jelenti, hogy onnantól kezdve, hogy a fajszegény parlagot fölülvetettük vetőgéppel, 4 év kellett ahhoz, hogy ez kialakuljon. Őszénfaj szarvasfarmon stábunk érkezésekor javában dolgos kezek foglalatoskodtak, a környék munka zajától volt hangos. Utána jártunk, hogy pontosan mi is történt a farmon. Most épp egy kis módosítást lehet látni, nem rá gondolok, hanem az oszlopverése. Ugyanis azt a döntést hoztuk, hogy megnyitunk egy újabb területet a látogatók számára, és ehhez kerítést, új szakaszt kell kialakítani, hogy az állatok is biztonságban legyenek, ne csak a látogatók. És hát ez ma már egy ilyen modern eszközzel történik, ez az oszlopverőgép. Tulajdonképpen Új-Zélandon találták ki, ahol nagyon sok kerítést építenek, egy nagyon fejlett technológia, és nagyon jó minőségű, stabil kerítéseket lehet építeni vele. Mivel mi itt a szarvasfarmon rengeteg kerítést építünk, így kell, hogy legyen ilyen eszköz. Egy kis szaktudást igényel azért, nem veszélytelen. Kell hozzá tapasztalat, hogy nehogy véletlenül ott maradjon valakinek az ujja, ahol nem kéne. És hát amint elkészül ez a folyosó szakasz, akkor 3 olyan terület fog kialakulni, 2 az épületen belül, 1 pedig az épületen kívül, ahol látogatók be tudnak menni az állatok közé, kecskéket, birkákat tudnak simogatni, a piciknek nyúlakat, tengeri malacokat tervezünk itt az épület alatt majd betelepíteni, és hát ezzel tovább bővül az a lehetőség, amivel még közelebb kerülhetnek a látogatók az állatokhoz. Az igazság az, hogy ezek a kerítések nagyon sokszor nem azért épülnek, hogy a látogatót védjük, hanem azért, hogy az állatot védjük a látogatóktól. Sajnos előfordul nem egyszer, nem kétszer, hogy fegyelmezetlenül vagy az állatok közelében nem megfelelő módon viselkednek az emberek. Nyilván próbáljuk, amennyire tudjuk irányítani, befolyásolni ezeket a folyamatokat, de nagyon nehéz. Valami olyan közös utat kell, olyan egyensúlyt kell találni, ahol az állat is jól érzi magát, az ember is biztonságban van, és lehetőleg lát is állatot. Mert ugye amikor arra törekszünk, hogy minél nagyobb helyük legyen, minél kényelmesebben, minél természetszerűbben tartsuk őket, akkor néha előfordul, hogy elhúzódnak, elbújnak bokrok alá, árnyékba, és akkor meg a látogatók nem örülnek, mert éppenséggel nem látnak semmit, vagy nem rohanják meg őket az állatok, ahogy ők azt elgondolják. De a lényeg az, hogy ez is a része annak a folyamatnak, ami arról szól, hogy igenis az embereknek tanulni kell azt, hogy hogyan kell viselkedni, azt, hogy hogyan kell az állatokhoz viszonyulni, és igenis el kell tudni fogadni azt, hogy 30 fokos hőségben, nagy melegben nem fognak ott tapogni a kerítés mellett, csak azért, hogy mi megsimogathassuk őket. Vannak olyan dolgok, amire oda kell figyelni, amit jobban szem előtt kell tartani. Például a kokáért az egyik nagy probléma a hangoskodás.
az, hogy állandóan kiabálunk, rohangálunk, tehát attól nem várhatjuk, hogy akkor túl sok állatot fogunk látni. Azok az emberek érzik jól Isten igazából magukat, akik nyitottak a természet iránt, érzik azt, hogy az állatok milyen környezetben élnek, hogy viselkednek, és kíváncsiak arra, hogy egyáltalán hogy élik itt a jószágok az életüket. Arra törekszünk, hogy lehetőleg minél több csoportot, különösen a fiatalokat, a gyerekeket próbáljuk meg érzékenyíteni ebbe az irányba, hogy igenis egy kicsit próbáljunk meg kilépni a saját életünkből, és gondolkodjunk az állatok fejével, vagy hát bizonyos értelemben arról, hogy ők hogy érzik magukat, ők hogy viselkednek, vagy milyen viselkedésformának mi lehet a következménye. Ambrózi Migadzi István, a virágos gróf, egész életében az örökké zöldellő kertek létrehozásán fáradozott. Egyik ilyen csodakertje a Jeli Arborétum, ahol sírkertje is megtalálható. A gróf Jeli érdekességeit hamar felfedezte, és a Magyar Királyi Természettudományi Társulat lapjában 1922 őszén azt írta: Magyarországon e tavasszal léptem ismét kertészeti aktivitásba Vas megyében. Gróf Ambrózi Migadzi István, a Jeli Arborétum alapítójának sírkertjében vagyunk. A Jeli Arborétum bejáratától egy kb. 600 méterre található ez a sírkert. A gróf saját akaratából nyugszik itt. Vörös Lajos erdészének mutatta meg ezt a helyszínt, mikor már nagy beteg volt, és arra vágyott, hogy a szeretett növényei között nyugodjon itt a Jeli Arborétumban. A Szombathelyi Erdészeti ZRT, a Jeli Arborétum kezelője 2010-ben újította fel a sírkertet, és növények formájába meséljük el a gróf élettörténetét. A sír közvetlen közelében a Malonyai Arborétum alapítására és az arra jellemző babérmedgyekkel és magyalokkal ismerkedhetnek meg a látogatók. A sír közvetlen közelében egy kínai kenderpálma található, ugyanis gróf Ambrózi Migadzi István Nizzában született, a Virágok városában, a Francia Rivérán. A gróf 1922 és 33 között alkotott itt a Vasi hegyháton, és munkájának köszönhetően egy 10 hektáros őskert alakult ki, melyet az erdészek a 60-as években bővítettek a mostani 102 hektáros területté. Ambrózi gróf sírja mellett állok, és ha megnézzük a síremléket, akkor egy magyar levelet látunk egy koronával, és egy felirattal Semper Vireo, ez a gróf magáltal választott mottója, az örökzöld kertre utal, és mellette pedig a kövi rózsák láthatók, amiknek a latin neve Semper Virens, ezek is örökké zöldellők. A népi monda szerint a kövi rózsa távol tartja a villámokat, és régen a parasztházak tetejére mindig helyeztek kövi rózsát, hogy megvédjék a házat és a benne lakókat. Ha mögém tekintünk, egy kínai kenderpálmát látunk, most már Magyarországon is megtartható, ez akár mínusz 15 fokot is bíró kínai kenderpálma. Örökzöld, nagyon szép, mikor egy kis hó lenyomja a leveleit, és gyönyörű aranysárga virágzata 15 éves korában folyamatosan minden évben, május és júniusban virágzik. Ha hátrébb tekintünk, a korallberkenye vörös hajtásai láthatók. Ez a növény is a klímaváltozásnak köszönhetően megmarad Magyarországon, nagyon jó sövénynövénynek, vagy itt, ahogy mögöttem látható, szoliterként is örökzöld nagy lombtömeget ad, és előtte pedig fehéren virágoznak az Észak-Amerikából származó jukkák. Ambrózi gróf nagy kedvencei voltak, bírja a tűzőnapot, a szárazságot, a meszes talajt is, bár itt jeliben ugye a savanyú talajon is megél, és nyáron egy hónapon keresztül virágzik ilyen nagyon szép, akár másfél méteres fűzérvirágzataival. Az Ambrózi sírkertben az 1960-as évek óta minden évben megemlékeznek az erdészek,
és Vas megye értelmisége és kertészerető lakossága, Gróf Ambrózi Migazdi Istvánról. Ez a jeli nap, mikor köszöntjük a rododendron virágzást, és megnyitjuk a szezont a nagy közönség részére. Ez a hagyomány most már több mint 50 éve ad helyszínt itt a sírkertben. Gróf Ambrózi Migazdi István több mint 100 évvel ezelőtt alapított jeli arborétuma ma is teljes pompájában díszlik. A Szombathelyi Erdészeti ZRT minden évben újabb fejlesztésekkel, különböző növények, attrakciók létrehozásával, akár magnólia gyűjtemény, hortenziák, lombkoronasétány, kilátó, igyekszünk még érdekesebbé, izgalmasabbá tenni a növények közötti sétát, és tesszük mindezt azért, hogy az emberek minél több hasznos időt töltsenek kint a természetben, és minél többet töltsenek a családjukkal szép zöld környezetben. Erdő Ernő bácsi meséi. Mik azok a ligetek? Tudod, ligetnek hívjuk az erdő olyan részeit, ahol a fák nem állnak olyan sűrűn, mint általában az erdőben. A füves tisztásokkal tarkított bokros, fás terület szemet gyönyörködtető látvány. A változatos növényzet változatos állatvilágot éltet. Tarka pillangó, csivitelő madarak, gyakran sünik, mókusok találnak itt otthonra. A napsugár könnyebben behatol a lombok közé, ahol színes virágok tarkítják a zöld füvet, és csábítják pihenésre az arra járókat. Az ilyen helyen nagyon jó egy kirándulás során megpihenni. Bármennyire is virágjában áll a nyár, hivatalosan az utolsó nyári hónapba léptünk, amit nem csak a naptárak, de a természet mindennapjainak eseményei is jól jeleznek. A napokban kezdődött ugyanis az őznász. Maga a kifejezés is megejtően szép, s tökéletesen adja vissza azt a hangulatot, mely az őzek párválasztási, szaporodási időszakát jellemzi. Nézzék ezt a finom eleganciát. Nem rontunk ajtóstól a házba. Ha egy őssuta találkozik a bakkal, soha nem hagyja ki, hogy szinte kellesse magát. Az ősznázban két állat csodálatos harmóniája, emberi szemmel nézve egymásra hangolódása testesül meg. Együtt futnak, együtt lassulnak le, szinte együtt lélegezve kerül a bak egyre közelebb a vágyott sutához. A párzás előtti rituálénak minden pillanata nagyon fontos, szinte emberi leánykérést láthatunk az őzeknél. Fontos lenne arról is beszélnünk, mennyire figyelmetlenné válnak az őzek a nász idejére. Figyelmeztetni az autósokat, hogy bizony lassítsanak. Felhívhatnánk a figyelmet a vadriasztó hangkeltő eszköz felszerelésének fontosságára, vagy arra, hogy inkább a záróvonal az út közepe felé autózzunk. De ilyenkor az ember nem erre gondol. Megragadja a mozgás, a közös harmónia szépsége a názban, melynek eredményeként jövő júniusban új, pettyes generáció viszi tovább egy csodálatos szarvasféle, az őz több tízezer éves hagyományait.